Borulni látszik az ellenzéki összefogás, ugyanis már Márkizai Péter és a párbeszéd is bejelentette, hogy külön indulnak a két év múlva esedékes európai parlamenti választáson. Az ellenzéki pártok 2019-ben határozták el, hogy bármi is történik, ők közösen indulnak. Ám az országgyűlési választási bukás után azonnal egymásnak estek a pártok. Minden demokratikus ellenzéki erővel. Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc közösen álltak fel a parlament lépcsőjére 2019 elején, hogy ellenzéki politikus társaikkal a kormány ellen tiltakozzanak. Hölgyeim és uraim, megérett a helyzet. Az ellenzék teljes körösszefogásával, ködös miniszterelnök jelöltel, ködös listával, valamennyi választókövetben egy jelöltel, történelmi vereséget mérjünk a Fideszre. Csak nem egy évvel később a szőlőtőkék sétálva adta meg az irányt az ellenzéki pártoknak Gyurcsány Ferenc. Akkor szinte minden balliberális párt elfogadta a DK elnökének ajánlását. A főpolgármesteri előválasztáson felbuzdulva abban is megállapodtak, hogy közösen indulnak az országgyűlési választáson. Ezek a képek már idén március 15-én készültek, ekkorát utoljára egy színpadon a balliberális ellenzék. Akkor még fogadkoztak, hogy bármi is történik, ők együtt maradnak. Most úgy dolgozik együtt ezzel a hat párttal, hogy önben van egy olyan rossz érzés, hogy bármelyik sorában ülhet olyan, aki jön, Ó, természetesen, de hát ez nem csoda, bocsánat, hát egy olyan országban élünk, Tele van árulókkal a gyurcsány panaszolt el a jelen médiának Márkizai Péter a választás előtt néhány nappal. Ekkor már érezhető volt a feszültség az ellenzéki pártoknál. Majd egyedül, csupán a családjával a háta mögött állt ki a színpadra a választás éjszakáján. A vereség után már nem akart közösködni a baloldali szövetség a bukott miniszterelnök jelöltjével. Márkizai Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta. Márkizaj Péter megbuktatta az ellenzéket, ezt mondta Jakab Péter a választás estéjén. A jobbik első embere mellett Gyurcsány Ferenc is a közös jelöltjüket okolta a vereség után. Úgy fogalmazott, nem jó kapitányra bízták a hajó sorsát. Ekkor bukhatott meg végleg az ellenzéki összefogás. Csatlakozzanak önök is a Kossuth hogy hogyha önök is érzik azt az energiát, hogy nekünk most együtt tennünk kell valamit Márkizaj Péter néhány napja bejelentette, hogy megkezdte a civilek pártjának építését, amelyel két év múlva elindul az európai parlamenti választáson. Egy széles társadalmi összefogást, egy korrupcióellenes és mindenféle szélsőséges megnyilvánulástól mentes közösséget szeretnénk már ebben a formában is megmérettetni. Az Európai Néppárt lehet a hazája ennek a megalakuló új magyar pártnak, mindvégig szoros együttműködésben a Mindenki Magyarországa mozgalommal és a pártok közötti együttműködést szorgalmazó Kossuth körökkel. Az ellenzéki pártok széthúzását az is igazolja, hogy a párbeszédes Tordai Bence azt mondta a Telexnek, hogy a párbeszéd számára most minden adott ahhoz, hogy egy önálló, független és magában is sikeres pártot tudjanak csinálni. Azaz bejelentette, hogy Márkizaihoz hasonlóan ők is külön indulnak az EP választáson.